Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök az Emplén Televízió napi hírműsorát, a Hírhetet látják. Nézzük mai kiemelt híreinket. Ballag már a Vindiánk, a végzős diákokat búcsúztatták Sátoraljaújhelyen és Sárospatakon. Fitness a szabadban, kültéri testedzőgépeket telepítettek Sárospatak több pontjára. Egyre több vállalkozó csatlakozik az új helyi kedvezmények programhoz. Több mint 300 tanuló vett búcsút középiskolájától Sátoraljaújhelyben. Az intézményi ballagásokat követően a Kossuth téren találkoztak a négy iskola végzős diákjai, hogy központi ünnepségen utoljára együtt legyenek. A fiataloknak hétvégén van idejük még a pihenésre, majd hétfőtől a magyar nyelv és irodalom írásbeli vizsgával kezdődik meg számukra az igazi munka. Keri, Gimi, Trefort, Mező. Diákszlengben csak így nevezik a Sátoraljaújhelyi középiskolákat. Az oktatási intézményektől több mint 300 diák búcsúzott. Az iskolák más-más profillal rendelkeznek, másak az iskolai és osztályközösségek. Azonban ballagásuk napján valamennyi oktatási intézményben egyhangúan mondták a végzősök. A középiskolai évek során összetartó, jó osztályközösségek alakultak ki. Örültem, hogy itt tölthettem el ezt a 4 évet. Azt hiszem, nagyon sok mindent tanultunk, emberileg is és tanulmányilag is, és nagyon köszönjük a tanároknak és az egész vezetőségnek ezt a 4 évet. A kezdetekben nagyon nehéz volt összeszokni, és nagyon nehéz volt úgy eleve az osztályközösséget kialakítani, de aztán később összekovácsolódtunk. Meg hát mi vártuk, meg nehezen teltek úgy a napok, de is vártuk, hogy vége legyen, de most meg nehéz az elválás. Jó közösség volt, összetartottunk mindenben. Szerintem nagyon jó osztály voltunk, főleg, hogy mivel lányok voltunk. Szerintem mindenki jóba volt mindenkivel, voltak néha kis csoportokra széthulló napok, de jól kitartottunk, hál' Istennek, egymás mellett. Minden iskola saját hagyományai szerint búcsúztatta ballagóit. A végzősök elbúcsúztak alma máterüktől, az alsóbb évesek elköszöntek diáktársaiktól, az intézményvezetők pedig szellemi útravalóval látták el a végzős diákokat. Az iskolai ünnepséget követően régi, újhelyi hagyomány szerint a Kossuth téren vettek búcsút iskolavárosuktól az oktatási intézmények utolsó éves hallgatói. Itt a város polgármestere köszöntötte őket, és arról beszélt, hogy Sátoraljaújhely és iskolájuk büszke rájuk, és visszavárják őket. Visszavárunk benneteket ide, Újhelybe, visszavárunk benneteket ide, Zemplénben. Tudjátok, voltak már jobb és nehezebb időszakok is a magyar történelemben, ami természetesen igaz erre a városra is. De mégis, az empléni ember valahogy mindig talpon maradt, mert mindig tartása volt. Ezt a tartást kívánom nektek mindnyájatoknak. Tisztelt szülők, ne csak szeressék gyermekeiket, ne csak elvárásokat fogalmazzanak meg, hanem támogassák őket céljaik elérésében. Vegyék tudomásul, egy fiatal másként látja a világot, mint egy tőle idősebb ember. Ne akadályozzák, hanem segítsék egyengesség útját, egyengesség céljait elérésében. Felemelő pillanatokat éltek át a végzősök ballagásuk napján, hiszen mindenki őket ünnepelte. Hétfőn azonban már a számtalan dolgozat és felelet után újabb nagy kihívás vár ezekre a diákokra. A magyar nyelv és irodalommal ugyanis megkezdődik az érettségi vizsga. A tiszáninneni református egyházkerület által fenntartott 2 iskolából összesen 201 tanuló ballagott el Sárospatakon. A Vai Miklós Református Szakképzőiskola és Diákotthon és a Református Kollégium gimnáziumából egy-egy diák megkapta a város által alapított Pro Urbe Junior díjat.
Ma folytatódott a ballagási ünnepségek sor a Sárospatakon. Elsőként a Vaj Miklós Református Szakképző Iskola és Diákotthon vett búcsút végzős tanulóitól. A 2014-2015-ös tanévet 116 fiatal fejezte be. Közülük 36-an tettek érettségi vizsgát, még 80-an szakvizsgával fejezték be középiskolai tanulmányaikat. Pásztor Dániel egyházkerületi főjegyző igehirdetését követően dr. Téglás Zsolt igazgató beszédében kiemelte, a diákok többségére innentől kezdve a valós élet vár, ahol meg kell állni a helyüket. A ballagás maga a búcsúzás. Még akkor is, ha közületek sokan maradnak majd a különböző technikusi képzéseinken, vagy másodszakmán, vagy éppen érettségi után szakmát tanulva. Elért most mindenki közületek egy út végére, reményeim szerint számtalan szép emlékkel, felvértezve olyan tudással és szemléletmóddal, amelynek a későbbiek során hasznát fogod venni. Választottál továbblépési irányt. Ki technikusi képzést, ki egy kis pihenő időt a szorgalmas iskolai évek után, néhányan pedig a munkába állást. De ez a te döntésed volt. Senki sem kényszerített egyetlen dolog kiválasztására. S rögtön ehhez kapcsolódik egy másik búcsúztató gondolatom. Ne ess kétségbe akkor sem, ha valami elsőre nem sikerül. Ezt követően a még tanulmányaikat folytató diákok nevében Adorjáni Ágnes köszönt el a végzősöktől. Az elköszönő diákok nevében Horváth Gabriella és Lisz Réka szólt pedagógusaikhoz, diáktársaikhoz, szüleikhez. Szeretném meghosszabbítani ezt a pillanatot, mert jó újra elmerülni azokban az élményekben, amelyek hangulatát nem csak azok a helyszínek árasztják magukból, amelyeket az előbb jártunk végig, hanem azoknak az embereknek a szeretetteljes lénye is, akik ezeken a helyszíneken tanárként, barátként és sorstársként álltak mellettünk az elmúlt években, és akik most is együtt ünnepelnek velünk. Az elmúlt évek alatt nem titok, hogy voltak nagyon nehéz pillanataink, sőt, válságos időszakaink, egyénileg és osztályszinten is. De ma már az sem titok, hogy ezeken a nehézségeken nem tudtunk volna felülkerekedni, ha a tanáraink nem arra ösztönöztek volna minket, hogy az egyébként okos tanácsaik követése helyett a saját megoldásainkra találjunk rá. A végzős diákok ezt követően átvehették a tarisznyákat, majd a hagyományoknak megfelelően átadták az iskola zászlaját az alsóbéves diáktársaiknak. Az ünnepség részeként idén is jutalmazták a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó fiatalokat. Majd a ballagás zárásaként ebben a középiskolában is átadták Sárospatakváros önkormányzata Junior Pro Urbe díját, amelyet Aross János polgármestertől Háda Gergő vehetett át. A mai napon búcsúztak a Sárospataki Református Kollégium gimnáziumának végzős diákjai is. A hagyományoknak megfelelően előbb az iskola folyosóit járták végig még egyszer a fiatalok, majd átvonultak a református templomba, ahol a csengő búcsú keretében köszönhettek el pedagógusaiktól, diáktársaiktól. Az istentiszteletet követően az ünnepség részekén Kolosai Mátyás kívánt sok szerencsét azoknak a diáktársaiknak, akik most itt hagyták az intézmény falait. A ballagó fiatalok nevében pedig már Kálai Zoltán köszönte meg a pedagógusok munkáját. Ma mi is itt állunk. Tanástalanul ugyan a nagyvilág küszöbén, de szívünkben és emlékezetünkben az élményekkel, amelyeket együtt szereztünk az itt eltöltött hosszú évek során. Az élményekkel, amelyekkel felvértezve érezzük magunkat a nagyvilággal szembe. De be kell vallanunk töredelmes szívvel, hogy félelemmel. Nem magunk miatt, hanem miattatok, akiket hátrahagyunk. Hiszen a búcsú pillanata sohasem lehet önző. Mindig számolunk azokkal, akiket hátrahagyunk. Sokszor aggasztóbb a gondolat, hogy mi lesz velük, mint önmagunkkal. Ezt követően Nagy Baló Csaba igazgató indította útjára a fiatalokat egy sokkal nagyobb kihívás felé. Sokszínű évfolyam vagytok, és valamennyien tehetségesek. A tehetség egyszerre felelősség, kötelesség és kockázat is, mert a siker és a kudarc lehetősége egyaránt benne rejlik. A jövő az iskolapaszban kezdődik. Ezért értékmérő pillanatok ezek,
hiszen kiderülni látszik, hogy mint iskola mennyit érünk, mennyire tudunk titeket gazdaggá, szabaddá tenni, azaz mennyire tudtuk felkelteni az igényességet minden igazra, jóra és szépre. Azt gondolom, hogy kollégáim nagyon komoly erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy az elsajátítandó tananyagon a kötelezőn túl kapjatok valami olyasmit, ami több, ami éppen formálódó ifjonti egyéniségetek jobbá teszi. Az ünnepség részeként idén is átadták a Tiszán inneni református diákja díjat, a gimnáziumi alma mater jutalmakat. Majd Kálai Zoltán átvehette Aros János polgármestertől Sárospatakváros önkormányzatának díját, a Junior Pro Urbe díjat. Egyre több Sátoraljaújhelyi üzlet, tulajdonos, vállalkozó és szolgáltató csatlakozik az önkormányzat által meghirdetett új helyi kedvezmények programhoz. A városban bejelentett lakcímmel rendelkezők 20 helyen kérhetik már az árkedvezményt. Az árengedmények legkisebb mértéke 5%, de több csatlakozó ennél magasabb arányban enged az árakból. Több 10 000 forintot is megtakaríthatnak azok a sátoraljaújhelyiek, akik az új helyi kedvezmények emblémával ellátott üzletekben vásárolnak, vagy vesznek igénybe szolgáltatást. Az önkormányzat körülbelül egy hónapja hirdette meg a programot, az új helyi húsüzem mintaboltját követően már a 20 kereskedő ad kedvezményt a városban bejelentett lakcímmel rendelkezőknek. Ami nagyon tetszik, hogy többen nem csak az 5%-ot, hanem másféle kedvezményeket is adnak. Van, ahol 5%, de más termékekre a 10%-ot is eléri. Ez egy nagyszerű dolog. Erre gondoltunk, ezt, amikor kitaláltuk, ezt vártuk, de gondolni sem mertünk arra, hogy ilyen rövid idő alatt elérjük azt, hogy 20 olyan szolgáltatás van a városban, aki ebben a programban részt vesz. Köszönjük nekik, és abban bízom, és abban reménykedem, hogy éppen azért, mert hogy ők kedvezményt adnak az új helyieknek, több új helyi fog bemenni vásárolni, ezáltal abból a kedvezményből, ami arról szól, hogy lemond az ár egy bizonyos részéről, előnyé formálódik a történet, és a sok-sok vásárlóból mégiscsak több lesz a bevétele. A városvezető szerint a kedvezmény biztosítása egyaránt pozitív a kedvezményt adó vállalkozás és a vásárló számára. Nagyon remélem, hogy a fogadtatás a város polgárai, város polgársága részéről szintén nagyszerű lesz, és érzik azt, hogy minden pillanatában a napnak azon gondolkozunk, hogy hogyan tudjuk az itt élőknek a lehetőségeit javítani vagy bővíteni. A polgármesteri hivatal ezen feladattal megbízott munkatársa tovább folytatja az egyeztetéseket a vállalkozókkal, melynek eredményeként a város polgármestere valószínűnek tartja, hogy nyár közepére az 50-et is eléri azon üzletek, szolgáltatóhelyek száma, ahol kedvezményesen vásárolhatnak az új helyiek. Ingyenesen használható kültéri kondicionáló elemeket telepítettek Sárospatakon. Az elmúlt éven már megkezdődtek a közösségi tereken a fejlesztések, melyeket idén folytattak. 3 helyszínen, a lakótelepen, az Adi téren és Végardon találhatók az új fitnessgépek, amelyeket mintegy 2 000 000 forintért vásárolt az önkormányzat. A letelepített eszközök segítségével egyszerű, de mégis minden testrészre kiterjező mozgásgyakorlatok végezhetők. Újabb kültéri fitnesspark elemeket helyeztek ki Sárospatakon. 2014-ben Végardó fürdőn, majd a város több pontján is telepítettek közösségi célú sporteszközöket. Egyre nagyobb az igény a lakosság körében a sportolási lehetőségek keresésére, ezért döntött úgy a városvezetés, hogy folyamatosan bővíti az ingyenesen használható, bárki számára elérhető eszközök körét. A napokban újabb kültéri elemeket helyeztek ki, ezzel is biztosítva a szabadidős kikapcsolódási lehetőségeket. Ez évben 3 helyszínen helyeztünk ilyen gépeket, az Adi téren, a lakótelepen, illetve a Végadófürdő Herceg Ferenc utcai bejáratánál. Ezek a gépek saját önerőből kerültek megvásárlásra, a 6 gép mintegy 2 000 000 forint vételárért. A kültéri fitness parkok, vagy ahogy a forgalmazónál mondják, a felnőtt játszóterek, egyben szórakoztatóak, sport és rekreációs eszközök.
A rendszeresen végzett tudatos mozgás segít testünk jó kondícióban tartásához. Ráadásul ezek az elemek a sokak által már ismert a fitness szalonokban is használt gépek kültéri változatai. Végardón két gépet találhatunk, az elliptikus trénert és a derékmozgatót, vagyis a twistert. A derékmozgatónál ugye az a lényeg, hogy kapaszkodjunk, és a forgótányéra ráállva minél jobban derékból kimozdítani, amennyire csak lehet lendületből. Nyilván, hogyha valaki fájdalmat érez, mert még kötöttek az izmok, izületek, akkor először csak annyira, amennyire ki tudja magát mozgatni, de aztán napról napra ez fogja érezni az illető, hogy lazul az izomzat, az izület, és én azt mondom, hogy jobb ezt csinálni, mint az orvoshoz járni. Az ország számos településén alakítottak már ki kültéri fitness parkot, mindenütt játszótér és egyéb közösségi tereken, hogy az egész család számára elérhetőek legyenek a kikapcsolódási lehetőségek. Azt tapasztaljuk, hogy a családok kivonulnak ezekbe a parkokba, ott van játszótér, akkor a gyerek is játszik, akkor a felnőtt is elfoglalja magát, a nagypapa, tehát rendszeresen mozognak. A cég vezetője azt is elmondta, minden készüléken kétnyelvű használati utasítás található, kültéri eszközként igen nagy tartóságra vannak tervezve, ráadásul vandálbiztosak is. Az általános és középiskola után óvodát is szeretne működtetni Sátoraljaújhelyben a Római Katolikus Egyház. Az Esze Tamás úton található Messevár művészeti óvoda átadásáról és átvételéről már elkezdődtek a tárgyalások az önkormányzat és az Egri főegyházmegye között. A fenntartóváltás az intézmény dolgozóit és az odajáró gyerekek szüleit is érinti, ezért az egyházmegye képviselői személyesen adtak tájékoztatást a dolgozóknak és a szülőknek. Teljes vertikumban szeretné működtetni az oktatást Sátoraljaújhelyben a katolikus egyház, ezért a meglévő általános és középiskola után óvoda indítását is tervezi. Az önkormányzat és az Egri főegyház megye között folyó tárgyalások szerint az Esze Tamás utcán található intézmény fenntartó váltása történhet meg. Az óvónők számára tartott tájékoztatón elhangzott, amennyiben a dolgozók azt szeretnék, őket is átveszi az egyház, illetve a szülők döntése alapján az odajáró gyermekeket is. Általában az az egyházmegye gyakorlata, hogy az intézményt azokkal együtt vesszük át, akik éppen ott dolgoznak benn, és azokkal a tanulókkal, akik vagy diákokkal, vagy növendékekkel, vagy óvodásokkal, akik éppen ott a falak között vannak, feltéve, ha ők ezt akarják. Tehát ha a szülő úgy dönt, hogy ő nem szeretne egy katolikus iskola óvodába járatni a gyerekét, akkor nyilván elviszi. Vagy hogyha pedagógus, vagy ez esetben az óvónő, vagy az óvodai dolgozó úgy gondolja, úgy dönt, hogy nem szívesen dolgozna a katolikus óvodában, akkor elmegy. Erre megvan a lehetősége, és ez mivel... A megbeszélésen az intézmény dolgozóinak is lehetősége nyílt kérdéseket feltenni, melyek elsősorban a további munkaviszonyukkal, illetve az óvodában folyó nevelő munkával voltak kapcsolatosak. Főleg a kollégákat az érdekelte, hogy a szerződésük, ami ugye határozatlan idejű többségében közalkalmazott, hogy az hogy történik, hogy folytatódik a bérbesorolás, ugye mi a minősítési rendszerben, illetve a pedagógusok előmeneteli rendszere szerint folyik a dolgozók besorolása, hogy ez hogy alakul. Olyan kérdések merültek még fel, hogy vajon az a program, ami szerint mi dolgozunk, hogy az folytatódhat-e, de hát ez természetesen az egyházmegye fogja majd az új óvodában eldönteni. Az óvónők után a gyermekek szülei is tájékoztatást kaptak arra, hogy mit jelentene, ha egyházi fenntartásba kerülne az intézmény. Amennyiben megállapodás születik az önkormányzat és az Egri főegyházmegye között, szeptembertől működik majd egyházi fenntartásban az Esze Tamás úton található óvoda. És végül főbb híreink még egyszer egy-egy mondatban. Ballag már a véndiánk, a végzős diákokat búcsúztatták Sátoraljaújhelyen és Sárospatakon. Fitness a szabadban, kültéri testedzőgépeket telepítettek Sárospatak több pontjára. Egyre több vállalkozó csatlakozik az új helyi kedvezmények programhoz.
Önök a Zemplén Televízió híradóját látták, híreinket újra megnézhetik a www.zempléntv.hu weboldalon is. Ha kérdésük, véleményük, témajavaslatuk van, írjanak nekünk a zempléntv@zempléntv.hu e-mail címre. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!